Hamarosan megnyílik az 5. kispesti közösségi kert a lakótelep szívében, a Kazinci utca és a Toldi utca között. Gajda Péter polgármester, Varga Attila alpolgármesterrel, Fekete László önkormányzati képviselővel, Rosta Gáborral, a hazai közösségi kertmozgalom elindítójával, valamint dr. Vitál Mártonnal, a kivitelező Közpark Kft. Igazgatójával látogatást tett a helyszínen, ahova 24 magaságyás kerül. Éppen a kertet körülvevő kerítést építették a Közpark munkatársai. A közösségi kert az nem csak a növényekről szól, hogy milyen szép gyümölcsöt, virágot, paradicsomot, zöldséget lehet termeszteni, hanem arról szól igazából a közösségi kert, hogy hogy lehet egy közösségben ezt a területet szépé tenni, rendezetté tenni, egymásnak milyen kertészeti tanácsokat lehet adni, és minden mást, amit az emberek, ha találkoznak, akkor meg tudnak beszélni. Egy jó találkozási pontként működhet majd ez a közösségi kert. A helyszínről tavaly októberben tartott a közösségi tervezési fórumot cseki érdeklődés mellett. A kerttagságra azonban többszörös túljelentkezés volt. Ez lesz a legkisebb közösségi kert, mindössze 600 négyzetméter. Érje, nem csak a kerítés épül, hanem a közösséget is felkészítjük arra, hogy milyen szabályokkal, milyen működési módokkal fognak tudni itt majd kertészkedni, közösséget alkotni. Ebben nyilván kapnak majd szakmai segítséget, több leülésük lesz. És mire elkészül a fizikai része a kertnek, addigra a kert tulajdonosok is tudják, hogy majd hogyan fognak itt elkezdeni működni, milyen szabály, milyen keretrendszer szerint. A tervek szerint május végén nyit a kert. A kerítést, a magaságyásokat, a vízvételi lehetőséget az önkormányzat biztosítja, a többi, a kert és a közösség kialakítása már az albérlők feladata lesz. A folyamatot, csak úgy, mint eddig is minden közösségi kert esetében, Rosta Gábor, a mozgalom megteremtője segíti majd. Nagyon jó lenne, mert én nyugtattam ott alatt.